Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a Híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Ellenzéki előválasztási vita online, Márki-Zay Péter és Mucsi Tamás a Partizán csatornáján. 21. századi körülmények a mezőgazdasági karon, megújult a takarmányvizsgáló és az informatikai labor. Holnap startol a vidék legnagyobb mezőgazdasági szakmai találkozója, az utolsó simításoknál tartanak a kiállítók. A Partizán YouTube csatornáján lezajlott a második előválasztási vita Márki-Zay Péter és Mucsi Tamás között Csongrád Csanád megye 4. számú egyéni választókerületében. Az eseményre ezúttal Hódmezővásárhelyen a Feketeshas báltermében került sor. Először az egészségügyről fejtették ki álláspontjukat a felek. Mucsi Tamás azt mondta, fontos, hogy Makóra visszatérjen a szülészet. Elhangzott, hogy ugyan alacsonyabb 1000 főnél az éves születési szám, de mindkét politikus szerint szükség van Makón szülészeti osztályra, mert a biztonságos szüléshez 20 perc alatt be kell érni a kórházba. Mucsi szerint Lázár János hiába fejleszti látszólag az egészségügyet, az épület nem fejlesztés, szakemberek kellenek. Márki-Zay Péter úgy vélte, az önkormányzathoz vissza kell kerülnie az egyébként nyereséges és jól működő járóbetegellátásnak. A kormányváltás vagy rendszerváltás blokkban alakult ki a legélesebb vita a két fél között. Én nem azt mondom rád, hogy alkalmatlan vagy, azt mondom, hogy jobban járna Vásárhely, hogyha te polgármester maradnál. A kettő között óriási nagy különbség van, mert azt gondolom, hogy nagy eséllyel Dobrev kormány lesz, és nagy eséllyel a DK-nak lesz a legnagyobb frakciója. Az országos tanács tagjaként, a legnagyobb ellenzéki párt tagjaként az országgyűlésben sokkal többet tudnék tenni Hódmezővásárhelyért meg Makóért, mint te, a legkisebb frakció megtört tagjaként. A miniszterelnök jelölt választás kapcsán Márki-Zay kiemelte, Dobrev Klára személye nem egyesíti az ellenzéki szavazókat. Ebben a pártjelöltekkel. Nem érzed azt akkor, én kimondhatom az igazat. Vagy? Én kimondhatom az igazat. És hogyha én valóban arra törekednék, hogy népszerűségi versenyt nyerjek, akkor nem gyurcsányoznék. De én nem erre törekszem, én Orbán Viktort akarom leváltani. És Orbán Viktor leváltásához valakinek ki kell mondani az igazságot, mert az a probléma, hogy ha itt Dobrev kormányról álmodozunk, akkor Orbán kormányt kapunk cserébe. Az a baj, hogy ha Márki-Zay kormányról álmodozunk, akkor szintén Orbán kormányt kapunk cserébe, mert a DK szavazók ezek után biztosan nem fognak rá szavazni. Hát nagyon rossz hírem van, bár lehet, hogy nem kedvelnek a DK szavazói, de a DK szavazói Orbán ellen le fognak szavazni akár rám, akár egy jobbikosra is. És akár Dobrev Klárára. Természetesen a DK szavazói még Dobrev Klárára is le fognak. Márki-Zay hasonlóan az első fórumhoz, azzal érvelt, hogy ő az esélyesebb jelölt a 4. körzetben a szavazók megnyerésére, mert Hódmezővásárhelyi eredményeivel szemben Mucsi Tamás a makói önkormányzati választáson csak 27%-os támogatottságot kapott. A vita teljes egészében visszanézhető a Partizán YouTube csatornáján. Napról napra többen mennek el szavazni az ellenzéki előválasztás jelöltjeire, és az online térben is várakozáson felüli az érdeklődés, ezért az internetes előválasztási operátorrendszert bővíteni szeretnék a szervezők. Az előválasztás Facebook oldalán közzétett adatok szerint hétfőn 47 ezeren, kedden pedig országszerte 73 ezeren adták le voksukat. 69.336-an jelentek meg személyesen valamelyik szavazósátorban, online pedig 3.468-an szavaztak. Hódmezővásárhelyen minden nap reggel 8-tól 18 óráig várják az első fordulóban szavazókat a Kossuth téren elhelyezett szavazósátorban, a meghosszabbított időpontig, vagyis szeptember 28-áig. Új takarmányvizsgálóval és informatikai laboratóriummal emelték a kutatási feltételek színvonalát a Szegedi Tudományegyetem Hódmezővásárhelyi mezőgazdasági karán. A korszerű informatikai teremben 25 új munkaállomást rendeztek be, a vizsgálót pedig modern eszközparkkal szerelték fel, ami ezentúl az egykori tanszékvezető dr. Kovács Gábor nevét viseli. Az Európai Uniós pályázati támogatásból megvalósított felújítás több mint 3,6 milliárd forintból jöhetett létre. A két GC-vel sírozott takarmányok zsírsavtartalmát, tejsav és illózsírsavtartalmát tudjuk meghatározni, illetve a tej zsírnak olyan zsírsav komponenseit, amelyek egyébként alapvetően befolyásolják a tejfogyasztóknak a biokémiai működését.
Dr. Süli Ágnes a mezőgazdasági kar új eszközparkját mutatja, amely az agrártudományi ágazat versenyképességének javítására és a képzési környezet innovatív fejlesztésére jött létre egy több milliárdos pályázat részeként. Jól termelni csak egészséges állattal lehet, és olyan állattal, amelyik jól érzi magát a környezetében. Ez igaz az emberekre is, a diákokra is. Nagyon fontos az a komfort, ami ma itt rendelkezésére áll a következő generáció agrár szakembereinek. A megnyitó ünnepségen a projekt szakmai vezetője elmondta, hogy a laboratórium a színvonalas oktatás mellett a hallgatói és oktatói kutatást szolgálja, a jövőben pedig további fejlesztéseket hajtanának végre, hogy lépést tartsanak a versenyben. Több milliárd forintot szeretnék a következő néhány évben tulajdonképpen azokra a mezőgazdasági fejlesztésekre fordítani, ami azt gondoljuk, hogy az ország élmezőnyébe tudja emelni újra akarunknak a tevékenységét. Az agrárium évről évre nagyobb mértékű fejlődésen megy keresztül, a hazai, európai uniós és nemzetközi versenyben csak ezekkel a korszerű technikákkal és rendszerekkel lehet a színvonalat tartani, és nem utolsó sorban a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz is elengedhetetlen, ami máig kihívás minden ország számára. Magyarország megalkotta a digitális agrárstratégiát, megalkotta a digitális élelmiszergazdasági stratégiát, az űrkutatás összes vonatkozó információját, tudásbázisát hasznosítjuk a mezőgazdasági termelésben. A beruházás eredményeként a hallgatók 21. századi körülmények között tanulhatnak és kísérletezhetnek, a laborokban olyan ismereteket sajátíthatnak el, amely elengedhetetlen számukra az agrárdigitalizáció előre haladtával. Csütörtökön, vagyis holnap reggel nyitja meg kapuit a 28. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdasági Napok Hódmezővásárhelyen. A járványhelyzet ellenére is sok érdeklődőre számítanak a szervezők, a rendezvény védettségi igazolvány nélkül is látogatható. Akik kimennek az Agrárium egyik legnagyobb hazai kiállítására, a megszokott programok mellett a legújabb mezőgazdasági gépeket és a térség legszebb állatait is megtekinthetik. Fél nappal a nyitás előtt még javában zajlanak a munkálatok a 28. Alföldi Állattenyésztési Napok standjain. A kiállított mezőgazdasági gépek azonban már a helyükön vannak, és több állat is a karámokban várja a zsűrizést és a látogatókat. A tavaly elmaradt és idén sem a megszokott időpontban megtartott rendezvény iránt a fokozódó járványhelyzet ellenére is nagy az érdeklődés. Normál évhez képest, vagy akár a 2019-hez képest minimális csökkenés van, kb. Egy ilyen 10%-nyi az, aki a háttéripüli kiállító árus hiányozni fog, illetve nem biztos, hogy hiányozni fog, nagyságrendileg 400 fölött lesz az összes kiállítónk. Állatban lesz egy pici csökkenés itt, de nagyságrendileg ez sem sokkal több. A szerdai esős időjárás után a háromnapos kiállítás alatt jó időre számítanak a szervezők, így minden körülmény adott lesz az állattenyészési napok sikeréhez. A szakmai látogatók azok itt lesznek, aki a szakmában tevékenykedik, azok eljönnek mindannyian. Bízunk abban, hogy a látogatók is ki fognak látogatni. A jelenlegi állás szerint szombaton már nagyon jó idő lesz, úgyhogy azok a programok, amikhez hozzászoktak az elmúlt évek folyamán, azok most is megszervezésre kerülnek, úgyhogy jöjjenek bátran. Szerdán a megyei kormányhivatal a kiállítás helyszínén tájékoztatta a sajtót, hogy a hatóság a több napos rendezvény alatt kitelepült standján segíti majd az agrárvállalkozókat, többek között az Agrár és Vidékfejlesztési Főosztály munkatársai és a gazdák és a látogatók rendelkezésére állnak majd. Fontosnak tartjuk azt, hogy a kormányhivatal lehetőség szerint minden olyan rendezvényen meg tudjon jelenni, ahol közelebb tudjuk vinni a hatósági feladatellátást az ügyfeleinkhez, hiszen közös célunk az, hogy mind a két fél, mind az ügyfél, mind a hatóság megelégedettségére végezzük a dolgunkat. A nagyszabású állattenyésztési és mezőgazdasági kiállítás csütörtök reggel 9-kor nyitja meg kapuit, és egészen szombat estig várja majd az agrárium iránt érdeklődőket Hódmezővásárhely határában, a Hódmezőgazdasági ZRT telephelyén. Zöldség és gyümölcsfeldolgozó üzemet adtak át ma Ambrósz falván, ahol megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak. A megyei Vöröskereszt pályázat segítségével valósította meg az akadálymentesített szociális gazdaságot, ami hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő munkavállalók számára jelenthet elhelyezkedési lehetőséget.
Az üzem a munkahelyteremtés mellett a környékbeli gazdákat is támogatja azzal, hogy az ő terméseiket is feldolgozzák. Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató üzemet adtak át ma a mindössze 500 lelkes községben a Csongrád-Csanád megyei Ambrósz falván. Tudjuk tisztára mosni, darabolni, szeletelni, csomagolni azokat a termékeket, amiket hozzánk hoznak, vagy mi vásárolunk fel, és ezeket az egyszerű eljárási formák alapján tudjuk feldolgozni, például savanyított káposzta készítésére is alkalmasak vagyunk, illetve a mostani időszakban a környékbelieknek és a saját magunknak felvásárolt paprikát, tehát a hagyományos népi eljárásoknak megfelelően csomázzuk és készítjük elő. Az üzem egy kísérleti program része, szeretnék, ha jelenlegi tevékenység mellé a fűszernövénytermesztés is társulhatna, ami további munkalehetőséget jelenthetne a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élők számára. Családi nap szűrővizsgálatokkal, bűnmegelőzéssel és közlekedésbiztonsággal a fókuszban. Újabb állomásához érkezett annak a pályázati programsorozatnak a megvalósítása, amely kifejezetten a Dobó-Bibó-Janáki utcában élő családok társadalmi együttműködésének erősítését szolgálja Hódmezővásárhelyen. Kihasználva a jó időt, a hétvégén újabb családi napra várta az önkormányzat a Dobó-Bibó-Janáki utcák lakóit a játszótérnél. A megelőzés most is kiemelt figyelmet kapott. A célcsoport felnőtt tagjai helyben többek között vércukorszint, vérnyomás, koleszterin, véroxigén és LKG méréseken vehettek részt. És ez nagyon jó, mert hát ugye orvoshoz nem igen tudunk innen bemenni. Mind a ketten a férjem, én is ugye már 70 éven fölül vagyunk, és elég nehezen mozgunk, mert műtve vagyunk mind a ketten. Az érintett utcák felnőtt lakosságából mintegy 200-an az elmúlt hónapokban éltek a felkínált ingyenes vizsgálatokkal, sőt már van olyan 50 fős csoport is, amely tagjai a kontrollszűrésekre érkeznek vissza. Ez azért számít eredménynek, mert az itt élők sok esetben egyáltalán nem jutnak el orvoshoz. Azt gondolom, hogy ezek a számok, ezek arról árulkodnak, hogy kaptunk tőlük egy olyan fajta bizalmat, hogy ide kijövünk hozzájuk, elbeszélgetünk velük, egy délelőttöt eltöltünk, amely hát ha reményt ad arra, hogy ez meg változik egy picit. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a prevenció érdekében egy picit tudtunk előrelépni ezen a területen is. Míg a felnőttek személyes tanácsadáson tovább gyarapíthatták egészséggel kapcsolatos ismereteiket, addig a fiatalok a bűnmegelőzés és a közlekedés biztonság témájával foglalkozhattak játékos formában. Lehet plakátokat csinálni, feladatokat csinálni, ilyen egészségi feladatokat, számos adatokat, színezés. Szerintem nagyon sok érdekes dolog van itt, jók a feladatok, a tombolák is nagyon jók, amiket meg lehet nyerni. Szeretünk itt lenni. A Dobó-Bibó-Janáki utcák lakói célzó programsorozat a jövőben is folytatódik. 20 éve kutatja Hajnóczi Péter életművét Cserjés Katalin. A nyugalmazott egyetemi docens abban a szerencsés helyzetben van, hogy a néhai író hagyatékát is jól ismerheti. A töredékekkel teli írásanyagra épült a szerző legújabb Bajnok című tanulmányokból álló gyűjteménye, amelyet az érdeklődők tegnap a Városi Könyvtárban ismerhettek meg Simon Ferenc mesterpedagógus segítségével. A gondolkodás bajnokaként apostrofálta Simon Ferenc mesterpedagógus Cserjés Katalin Bajnok című legújabb Hajnóczi kötetét a könyvtárban rendezett író-olvasó találkozón. A Hajnóczi hagyatékhoz fűzött tanulmányok, amelyeknek a nagyon nagy százalékát, egy a 80%-át én készítettem, 90-et, de van nem egy köztük azért az én Hajnóczi műhelyemből, amit az egyetemen vezettem és vezetek azóta is, tehát fiatalok is írtak bele, sok tanulmány van benne, képek is vannak benne, és tulajdonképpen ez úgy gondolom én, hogy az utolsó könyvem, sok Hajnóczi kiadványom van már nekem is, és a műhelynek is. Legalábbis ilyen átfogó kötetet már nem tervez Hajnóczyról, pontosított Cserjés Katalin, aki eddig mintegy 20 évet szentelt az 1981-ben elhunyt író életműve alapos megismerésére. Hagyatékát 9 doboz őrzi a Németh László Városi Könyvtárban, tele olyan izgalmas, sokrétű szövegtöredékekkel, amelyek újabb és újabb felfedeznivalót rejtenek. Igen-igen jó írónak gondolom, olyannak, aki egész életébe kísérletezett, nem mondta meg valami mániákusan
keresett valamit minden szövegébe, és azt makacsul, mint egy összfér, addig csinálta. Ez a hagyaték mutatja ezeket a kísérleteket. A Petőfi Irodalmi Múzeum Hajnóci életművét már digitalizálta. Ez a következő nagy célja az író értékes hagyatékával is Cserjés Katalinnak. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták csütörtökön 17:30-kor is. Számítok a figyelmükre. Viszontlátásra!